Hát most már szép lassan elkezdhetünk készülődni a karácsonyra lélekben, hogy egy kicsit váltsunk most egy kicsit talán pozitívabb téma felé. Viszont ebben az esetben nem haszontalan dolog gondoskodni, vagy gondolkodni azokról, és gondolni azokra, akiknek ez a karácsony nem annyira örömteli, vagy örömünnep. Talán ő rajtuk segíthetünk akkor, hogyha igénybe vesszük az élelmiszerbankot, ami ugye egy jótékonykodási forma, egy jótékonysági forma, és ennek a vezetője van itt velem, Cseh Balázs, jó estét kívánok, üdvözlöm. Úgy tudom, hogy így a karácsonyi időszakra egy picit változik a rendszer ahhoz képest, amit megszokhattak azok, akik részt vesznek ezekben az akciókban. Mi változik most? Igen, ugye az Élelmiszerbank évközben folyamatosan élelmiszerfeleslegeket gyűjt, vállalatoktól, élelmiszeripari és kereskedelmi vállalatoktól gyűjtünk össze lejárat közeli vagy minőségi hibás élelmiszereket, amik egyébként fogyaszthatóak, és ezeket juttatjuk el rászorulóknak. Ilyenkor karácsony környékén viszont mindig megnövekednek az igények, és ezért egy lakossági adománygyűjtést is szervezünk, amikor a lakosság segítségét is kérjük ahhoz, hogy karácsonykor minél több családnak tudjunk összeállítani élelmiszercsomagokat. És most is ugye kint vagyunk egyik helyszínen, ahol ez az akció zajlik. Összesen egyébként az országban 300 áruházban zajlik ez az akció, ahol a péntek délután, illetve szombaton egész nap várjuk a lakosság adományait. És hogyan lehet adakozni? Mit tudunk tenni azért, hogy adakozzunk? 5000 önkéntes. Igen. Hogy amikor bejönnek a vásárlók az áruházba, akkor itt önkéntesek várják őket, és felkérik őket egy szórólap segítségével, amit egyébként meg is tudok mutatni, amiben arra kérjük a vásárlókat, hogy valamilyen tartós élelmiszert vásároljanak, egy picit többet, mint amit maguknak vennének, és ezeket az élelmiszereket a pénztárnál fizessék ki, majd itt a pénztár utáni gyűjtőpontokon adják le ezeket, és ezeket szállítjuk el civil szervezetek segítségevel, és ezekből állítunk össze karácsony előtt adománycsomagokat. Mennyire vagyunk adakozóbbak, vagy adakozók így az évvégi ünnepek táján? Változik a helyzet? Igen, én azt gondolom, hogy ilyenkor azért mindenki egy picit pozitívabban áll hozzá ezekhez az ügyekhez, és nagyon sokan, hát a tavalyi évben több mint 100 000-en adományoztak kisebb-nagyobb mennyiséget. Van, aki egy kiló lisztet adományoz, van, aki egyébként egy egész bevásárlókocsinyi élelmiszert tol oda adományba. De ezt el kell mondjam, ebben nagyon nagy szerepe van annak az önkéntes csapatnak, aki ezt a munkát segíti. Összesen 5000-en dolgoznak ezen a hétvégén, segítenek minket. Egyébként nagyon sok civil szervezettől jönnek önkéntesek, vállalatoktól jönnek önkéntesek, például a CIP Bank, aki a főtámogatónk, tőlük több mint 200-an segítenek ebben az akcióban. És az nagyon fontos, hogy ilyenkor mindenkit személyesen megszólítunk, és felajánljuk nekik ezt a lehetőséget. Aminek a vásárlók egyébként azért örülnek, mert ez egy könnyű adományozási forma, tehát nem pénzt kérünk, nem kell azon aggódni, hogy mi fog ezzel a pénzzel történni, hanem közvetlenül élelmiszert adományozhatnak, tehát ez az élelmiszer ugyanebben a formában fog már elkerülni a rászorulókhoz. És úgy tudom, hogy idén nem csak civilek, hanem például színészek is segítik az önök munkáját, ha minden igaz, így van? Igen, az idei évben a Centrál Színház művészei is csatlakoztak az akcióhoz. Ők is kim voltak egyébként itt az áruházban, sajnos nekik már el kellett menni, mert az előadás nem sokára kezdődik, de ők is lelkesen segítettek önkéntesként, és hát ez is nyilván hozzájárul, hogy ismert emberek is nevüket adják az akcióhoz, amivel a hitelességét tudják erősíteni ennek a dolognak, mert azt gondolom, hogy az adományozásban a bizalom egy nagyon fontos tényező, és többen is megkérdezték, én is osztogattam szórólapokat, hogy tényleg ez el fog-e jutni a rászorulóknak, és úgy adják oda, hogy de akkor az tényleg oda jusson. Azt gondolom, hogy évek során most már egyre többen hiszik el azt, hogy amit az Élelmiszerbank akciójában adnak oda, az valóban a rászorulóknak fog eljutni. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket.